Jó napot kívánok, kedves nézőink! Itt vagyunk Sopron Kövesdre, megérkeztünk, egy hosszadalmas és nagyon veszélyes utazáson vagyunk túl. Nyomába eredtünk ennek a aranyszínű történelem hamisító Yoda szobornak. Reméljük, hogy itt a településen megtaláljuk, és ki fogjuk tudni deríteni, hogy mit, miért és ki csinál. Nagyon izgalmas lesz ez a téma. Nagyon titokzatos ez a dolog. Nem tudom, hogy mennyire tudok beszélni. A lényeg ebben a dologban, hogy utána járunk ennek a Yoda szobornak, hogy ezt vajon kik és miért állították, és mennyiből, mennyiért, kinek a pénzéből, és mi a célja. Nagyon veszélyes, nagyon figyelnek itt az emberek, ezért óvatosan kell lennem, inkognitóban megpróbálok beszürkülni a környezetbe. Utána járunk, ki fogjuk deríteni, nem hagyjuk annyi. Az útmutatások alapján már úgy látni, hogy, vagy úgy gondolom, hogy közeledek, már nem lehetek olyan nagyon messze. Remélem, hogy biztonságosan oda fogok érni, és meg fogom tudni találni ezt a titokzatos szoborot. Majd kiderül. Nem tudom, hogy jó helyen járok. Ki a fene tudja, hogy valami egyszer csak kiderül. Megtaláltam. Ott van a Yoda. De miért van nála a láncfűrész? Ezt ki érti vajon? Nem is értem. Én nem értem ezt. Nem is tudom feldolgozni magamban. Ja, hogy ez egy bolt? Fűrészmány a kertégép és szerszámkereskedés. De hogy ez egy boltnak a saját kis dekorációja. Értem! Ez mindjárt más. Itt van ez a aranyszínű Yoda szobor. Miért van nála láncfűrész? Erre adjon valaki magyarázatot. Itt van ez a kis Yoda. Kicsit poros az utca porától. De hogy miért aranyszínű, azt végképp nem értem. Vajon miből készülhetett? Milyen műanyagból? Mert nekem képek alapján csak annyi fogalmam lehet róla, hogy ezt nem emberi kéz alkotta, hanem ezt úgy öntötték, vajon valószínűleg egy kínai gyárban, vagy nem tudom. Ja. Itt van ez a Yoda. Megtaláltam. Csendbe kell lennem, mert veszélyeselkedhetem. Ja, ez egy bolt. Most éppen zárva van. Bár minden elérhetőség ott van, bármikor föl tudnám hívni a boltot, hogy mégis mi a fene ez a Yoda, de nem. Inkább kitalálok hozzá valami másik történetet. Üdvözlök mindenkit! A viccet félretéve, komolyabbra fordítva a szót, szembesültem így az elmúlt napokban, vagy napon, tényleg a bulvár sajtónak a pontosságáról, valamint arról, hogy valójában mindenről lehet írni. Tehát, hogyha most mit tudom én, kinyílik egy világ, még ahhoz is lehet politikai töltetet hozzátenni. A másik az, hogy most itt vannak előttem nyitva ezek az oldalak, egy ismerősöm hívta fel a figyelmet, hogy egy posztban a Facebookon azzal foglalkozik, hogy szobrot állítottak a láncfűrészes Yodának Sopronkövesden. Két éve le vagytok róla maradva, mert két éve itt áll ez a szobor. Na, ez az egyik. Itt kezdődik a dolog. Jó? Még szerencse, hogy nem közpénzből, mert az alkotás látán egyesek azonnal átállnának a sötét oldalra. Az, hogy ki miből állít egy szobrot, az mindenkinek a saját magán, ugye? Tehát, na, mindenki szeret a másik zsebőbe turkálni, meg kurkászni, de erre majd mindjárt ki fogunk térni. Megy tovább a cikk. Szobrot állítottak Yoda mesternek Sopronkövesden, de olyat, hogy még a köztéri műalkotások elemzésével foglalkozó oldal adminja is csak Dajs Tamás tudta idézni a poszt mellett, idézőjelbe zárva, ennyi.
hogy még ebből is valaki politikai hülyeséget tud kreálni, ahhoz gyerekek, ahhoz nektek gratulálni tudok csak. Tehát, hogyha a művészetek és a fafaragások kapcsán, vagy akármi kapcsán a politika ugrik be valakinek elsőre, ahhoz tényleg csak gratulálni tudok. Jó? A fából készült műalkotáson szereplő Yoda mester merőben más, mint az, akit a Star Warsból ismerhetünk. Egyrészt nem zöld, hanem valamiért aranyszínű. Gratulálok. Valóban aranyszínű, mint a fa. A fa anyagát látod. Hogyha te azt gondolod, hogy a szobor az aranyszínű, és nem a fát látod, akkor nem ismered fel a fa anyagokat. Tehát ez a fának a természetes színe. Egyedül a láncfűrész van rajta kifestve, az is okkal, de arra is, hogy ki fogunk térni. Másrészt nagyjából olyan magas, mint egy ember. Hát igen, végülis olyan magas, mint egy ember, mint egy gyerek körülbelül. Tehát én sem vagyok egy hú, de magas ember, de nekem is mellig ér körülbelül. Abban az esetben olyan magas, mint egy ember, hogyha valaki odaáll le a járdára, és akkor ugye van egy több lépcső magas kis teraszocskája voltnak, amin fenn ez áll, és úgy akkor tényleg magas, mint egy ember. Na, hogyha már ez az egész így megtörtént, akkor miért ne reklám a reklámba? Hát hogyha már, ha már a sajtó arra képes, hogy tényleg bármilyen témából, bármilyen fotóból bármit tud kreálni, akkor én azt mondom, hogy akkor használjuk is ki. Ez a Yoda, Sopron Kövesden, Kossuth Lajos utca 184 szám előtt áll, ami a Fűrész Mánia kerti gép és szerszám kereskedés. Mindjárt olvasom tovább, jó? Szóval, tehát ugye ott akadt fönn a cikk írója, hogy miért nem zöld, és miért olyan magas, mint egy ember. Harmadrészt megmagyarázatlan okok miatt egy láncfűrészt tart a kezében. Úgy tűnik, hogy az erő nem volt az alkotókkal. Erre is kitérünk majd, hogy az alkotókról. De miért tart láncfűrészt a kezében? Mivel ez egy fűrészmánia kertégép és szerszám kereskedésnek a dekorációja, ez a szobor, így valószínűleg nem Jedi kardot fog tartani a kezében. Hogyan kerül a láncfűrész a Yodához egyáltalán? Hogy mi az átfedés? Hát ugye biztos minden városi ember hallotta már azt az aranyköpést, hogy a láncfűrész az a vidéki embernek a lézerkardja, a sugárfalos. Ezt már biztos hallotta. Tehát itt van az átfedés. Az, hogy az erő nem volt az alkotókkal, ennek a szobornak az alkotója Varga Norbert, láncfűrészes fafaragó. Fontos szó, hogy láncfűrészes, mert a láncfűrész azt is szimbolizálja a Yodának a kezében, hogy ezt a szobrot ezt nem egy műanyag formába öntötte valami gyár, hanem ezt szabad kezével a Varga Norbert láncfűrészes fafaragó láncfűrésszel faragta ki. Tehát lehet egy fafaragást értékelni különböző szempontok alapján, mennyire kidolgozott, mennyire szép, mennyire gyönyörű. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, ezt tökéletesen el lehet fogadni. De az, hogy valaki annyira degradálja ezeket a dolgokat, hogy az se, tehát nincs képbe, hogy miről van szó, tehát ez egy láncfűrésszel faragott szobor. Láncfűrésszel. Az azt jelenti, hogy fogja az ember a láncfűrészt, és akkor abból a nagy farmiből láncfűrésszel faragja ki, a végső simításokat különböző szerszámokkal hajtja végre. És hol van a kapcsolódás? Hát a fűrészmániát, hogyha valaki tudja, hogy mi az a fűrészmánia, akkor saját magunkat is bereklámozom. A fűrészmánia az egy 10 éves YouTube csatorna, ahol láncfűrészekkel kapcsolatos videókat láthat a néző. A láncfűrészsel történő munkáinkat mutatjuk be, innen a név fűrészmánia, és így a boltunknak, az üzletünknek is ez a neve, hogy fűrészmánia, kertigép és szerszámkereskedés, és ezért van fűrész a Yodának a kezében. De ugye a cikkben ugye olyan ügyesen volt kifotózva, hogy csak a Yoda volt körbefotózva, pedig csak annyit kellett volna, hogy felnéz az úriemberbe, nyilván felnézett, csak a cikket így akarták megcsinálni. Tehát nyilván látják, hogy ez egy üzletnek a dekorációja. Egyébként, mert erre mindjárt vissza is térünk, hogy hol található meg ez, mert ez beírja az ember a...
az üzletünk is, és ott van a Yoda szobor is, tehát meg lehet nézni ezt, hogy ez egy üzletnek a dekorációja. És az a közpénzeknek, meg az ilyen hülyeségeknek az emlegetése, meg az, hogy a Dajs Tamás mit mondott, meg minden, tehát ezeket így összemosni, ezek számomra annyira ilyen teatrális hülyeségek. Akkor a következő az, hogy magánpénzből, magánkezdeményezésre önmaguknak. Hát most ők honnan az anyj, bocsánat, honnan a fenéből tudják, hogy miből ő lett ez állítva, meg ki állította. Ők is le vannak maradva, körülbelül, mint a borra való. Elmondom nektek itt, hogy ezt a Varga Norbert, a fafaragó, ezt ajándékba készítette a boltunk megnyitására. Ezt a boltunknak szánta. Magánkézből, meg magánkezdeményezésre. Hát azt csinálunk a saját üzletünkben olyan dekorációt, amit akarunk. Ez nem közterület, ez magánterület. Ez a mi általunk bérelt üzletnek a bejárata mellett van, még a jártához sincs semmi köze. Jó? Tehát azért ezeket illik ezekkel képbe lenni, jó? Hogy tudom, hogy a mai világban mindenki a másikkal akar foglalkozni, meg mindig a másiknak a dolgaiba akar belelátni, vagy kreál róla ilyeneket, hogy mi ezt magánpénzből, magánkezdeményezésre önmagunknak. Hát ezt ők honnan tudják, hogy ezt mi egyáltalán pénzből csináltuk? Ez fából lett faragva, nem pénzből. Érted? Fából. Egy fafaragó faragta fából, nem pénzből. Oké? Ezt azért érdemes fölfogni. Lehet, hogy nehéz, meg eleve nehéz az, hogy valaki elképzelni, hogy látfűrésze lehet faragni, meg alkotni. Ez a Varga Norbertet azért említsük meg, hogy az egyik olyan magyar fafaragó, az egyetlen olyan magyar fafaragó, aki a nemzetközi láncfűrészes fafaragásos világbajnokságon részt vett már többszörösen is, és eredményeket is ért el. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy az erő nem volt az alkotókkal, azért az egy kicsit, ez kicsit olyan, mint amikor a hosszú katinkának megmondják, hogy hogy kellene úszni, körülbelül olyasmi, hogy azt mondja valaki, hogy az erő nincs az alkotókkal. Nem tudom, hogy te, aki ezt írtad, ezt a cikket, te ki tudsz faragni mondjuk valamit késsel, egy ilyen fából, vagy valamit? Tehát tudsz te egyáltalán valamit faragni, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy milyen magasságokban vagy ezzel kapcsolatban? Mindenféle bántás meg minden nélkül engem ez a dolog csak azért érdekel Isten igazából, mert sajnos, ugye én 43 éves vagyok, sajnos azt látom, hogy a világ az egy olyan irányba megy, hogy már tényleg bármit mondhatnak a médiában, bármit mondanak az interneten, bármit mondanak, mindenféle következmény nélkül azt állítanak is olyat, amit csak akarnak. Hát olyan hírek vannak a Yoda szobor alatt és fölött, hogy micsoda horror baleset volt, ahogy leesett a vödör az autópályán, egy műanyag vödör és a Tesla ripityára törött. A következő meg az, hogy egy hód beleesett valami iszaptartályba, nem tudom. Tehát egyszerűen őrület már, hogy mindenféle utánajárás és tájékozódás nélkül képesek állítani dolgokat. Tehát nem az, hogy nincs egy kérdés, hogy vajon ez a szobor miért van itt, tehát nem az a cikk, hogy vajon miért volt az indítatás, hanem ők kijelentik, hogy ez ilyen és olyan és amolyan. Úgyhogy tájékozatlanok. Sopron Kövesd arról híres, hogy itt nem ez az egyetlen fafaragásos szobor van, hanem nagyon-nagyon sok, sőt, kimerem jelenteni, de ebben nem vagyok teljesen biztos, de magyarországi viszonylatban talán a legtöbb fafaragásos szobor van elhelyezve nálunk. Nem politikai indítatásból, hanem azért, mert Sopron Kövesden több éven keresztül láncfűrészes fafaragó tábor, alkotó tábor szokott alakulni, ami azt jelenti, hogy az ország nagyon sok részéről, valamint határon túlról is jöttek alkotók, és különböző szobrokat készítettek, és azok általában itt maradtak a településen. Tehát ha játszott valaki annyira tájékozódni akkor a fafaragásokkal Sopronkövesden, az nyugodtan menjen el a Sopronkövesdi játszótérre és nézze meg, hogy ott milyen szobrok vannak. Nemrég nyílt meg Sopronkövesden a meseösvény, ami szintén ilyen mesek, fából készített, fából faragott mese és ilyen képregény figurák és egyéb szobrok díszítik, és nem kell ebből megint csak azt látni, hogy vajon mi motiválta az embereket, hát egyszerűen valamit alkotnak, létrehoznak. Na. Röviden és velősen. Tehát ez itt van a mi üzletünkben, az üzletünk bejárat előtt, bocsánat, nem az üzletben, de viszont mutatok egy másik szobrot, amit szintén Varga Norbert készített nekünk az üzletünkben. Ezt a szobrot, ezt azoknak szántuk, akik túlmennek a normális vevői és eladói kapcsolaton. Ezt azoknak szántuk, de ez lehet akár
aktuális ebben az esetben is, hogyha ha valamit nem értesz, akkor így kell egy szobrot megnézni közelebbről. Így kell megnézni egy szobrot közelebbről. Jó, ez is aranyszínű. Látod? Látod, hogy milyen aranyszínű? Erről csak ennyit. Köszönjük a reklámot. Remélem, hogy nagyon sokan el fognak jönni ennek hatására ide zarándokolni, a Jodával fényképezkedni. Amúgy is egyébként nagyon-nagyon sokan szoktak fényképezkedni vele. Legtöbb esetben, ugye amikor nyitvatartási időben van olyan ember, aki csak erre jár, meglátja, megáll, és akkor bejön, megkérdezi, hogy lefényképezkedhet-e vele. És ezt kimerem állítani, mert tudom, tehát saját fülemmel is hallottam, hogy külföldiek is kérdezték már ezt. Tehát megkérdezték, hogy lefényképezkedhetnek-e vele. Hát van akinek vicces, van akinek para, van aki ezzel röhög, van akinek ez izé. Csak itt egy a lényeg, az, hogy állítasz valamit, és úgy, hogy nem is jársz utána. Pedig a mai világban az interneten nem egy bonyolult. Mindjárt mutatom is. Tökéletesen jó, egy jó kis reklámot csinálnak nekünk, nagyon szépen köszönjük. És akkor annyit mutatok, hogy Varga Norbert fafaragó, most bármit találhatunk róla, de most csak irákatítunk a Google képkeresések. Varga Norbert fafaragó, ennyi. És ő az alkotója, jó? És akkor nézzük meg, hogy milyen munkái vannak. Csak amit így a Google földob, jó? Ezt most mit tudom, hogy nézzünk egy ilyet. Tessék. Most nem adja vissza ezt, de ettől függetlenül igen. Lovasszobor, hatalmas. Sárkány, lovasszobor. Ugye a verseny, azt szeretném mutatni, van ami traktor, tényleg itt a traktor. Na, tehát az alkotó az biztos, hogyan, mit mondtak? Hogy az erő nem volt az alkotókkal. Igen. Hát az erő valóban nem volt velük, hanem a tehetség. A tehetség meg egy olyan képesség, ami lehet, hogy van, aki hiány van vele, de ez az úriember nem. Jó? Tehát ezt az ő nevében én szeretném pontosítani, hogy ő vele, igenis az erő vele van. Jó? Na, aztán beírjuk azt, hogy sopronköves fafaragás, akkor már kapásból egy csomó kép, és nagyon-nagyon sok kép van a fafaragásokról, cikkek vannak róla, az alkotótáborokról, és a többi, tehát nagyon-nagyon sok téma foglalkozik vele. Ez csak ennyi lett volna, hogy ha valaki belemélyed ebbe a... Ja, és ez bulvár hír volt, tehát hogyha ilyen nagy bulvár, akkor jó, persze a bulvár az annyit is tesz, jó, oké, ezt is tudomásul veszem, nem is akarom tovább ragozni, de tény és való, hogy ebből ennyit is ki lehet még hozni, jó? Ezt mind bezárjuk, és kész. Na! Úgyhogy meg szeretném köszönni az ingyen reklámot a... Meg ez a... Mi volt ez az Instagramon? Ez a... Instagram felületnek szeretném megköszönni, meg ezeknek a szerzőknek, hogy akarva akaratlanul is egy tök jó reklámot generáltak nekünk, mert ugye minden reklám, tehát hogyha csak beszélnek rólad, már az is reklám, de tény és való, hogy ez a szobor, ez itt van az üzletünk előtt, és az általam elmondott okok miatt. Ha valaki még ezután sem akarja érteni, akkor nem biztos, hogy a szoborral van a baj. Sziasztok! Még annyit elfelejtettem, hogy hamarosan a Fűrész Máriának lesz webshopja. Jó, csak türelem.